Jó ma egyetemistának lenni. Hiszen a tények azt mutatják, hogy akinek diplomája van, szinte azonnal, egészen pontosan 36 nap alatt munkát kap, mi több, a diploma minimum másfélszeres bérszorzót jelent, fogalmazott dr. Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár az egyetem évnyitóján. A Nyíregyházi Egyetemen a tavalyi évhez képest 92%-kal több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait. Az egyetem rektora elmondta, a törvényi szabályozás változott, de igyekeztek vele felelősen élni. Ami a dolog sajátossága volt, és ez az intézménynek a felelőssége, hogy a ponthatárokkal hogy gazdálkodunk. A nagy kaland az egyetem számára nem az, hogy a falakon belülre mindenkit beengedjünk, hanem az, hogy egy rendes menetrendbe értelmiségi létre fel tudjuk készíteni, és a normál tanulmányi idő végén diplomát, szakképzettséget tudjunk a kezükbe adni. Emiatt van nagy jelentősége a belépési pontszámoknak, hogy ne egy lefelé nivellálás induljon el. Mi ebbe meglepően, tehát keményen következetesek voltunk, és nem indítottuk el ezt a lefelé nivellálást, magasabban határoztuk meg a szakjaink többségénél a felvételi belépési pontszámokat, az alsó küszöbb pontszámokat, mint az előző időszak állami pontszámai. Így sikerült 92%-kal növelni a tavalyi évhez a viszonyítva a bejutottaknak a számát, úgy, hogy az átlagpont nem a más intézményeknek az egyessel kezdődő 100 pont, hanem durván a 350 pont körül húzódik, de van olyan szakunk, ahol 80%-as létszámnál az alsó, a legkisebb pontszámmal bekerülő is a 380-400 körüli pont. Ennek az a jelentősége, hogy esély van ilyen hallgatói felkészültséggel értelmes felsőoktatási tevékenységet folytatni, a kollégáink teljesíteni tudnak, a hallgatók a megfelelő szakmai ismereteket, értelmiségi lépkeit valóban el tudják sajátítani, és a munkaerőpiac számára ez egy csúnya kifejezés, professzionális szakembereket tudunk szállítani. A szakok népszerűségi sorrendje a következő. Óvodapedagógus, programtervező informatikus, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Évről évre erősödik az agrár és a műszaki képzések iránti érdeklődés. Márkus Lili óvodapedagógus szakos elsőéves hallgató elmondása szerint nagyon szereti a gyerekeket, és az egyetemmel kapcsolatos korábbi tapasztalatai alapján választotta a nyíregyházi intézményt. Én itt nyelvvizsgáztam, ami nagyon jó tapasztalat volt számomra, mert mindenki nagyon kedves volt és befogadó, illetve akiket ismerek, már felsőbb évesek, akik ide járnak, ők is nagyon aranyosak és befogadóak, és az egész egyetemnek a légköre nagyon tetszett, ezért választottam ezt az egyetemet. Bugarin Horváth Luca ének magyar tanári szakra jelentkezett. Az első éves hallgató még szokja az egyetemi légkört. Igazából először nagyon nagy félelemmel töltött fel ez a sok újdonság, hogy ennyire önállóbbnak kell lenni a gimnázium után nyilvánvalóan, meg több dolog van, amit önmagam erejéből kell megtennem mások segítsége nélkül, és eleinte nehézséget okozott, de úgy érzem, hogy most már kezdek belerázódni. Régi hagyománya az ünnepségnek, hogy a több évtizede végzett hallgatók az első évesek jelenlétében vehetik át arany, gyémánt, vas, rubin és márvány okleveleiket. Pap Istvánné 50 éve diplomázott, és 40 évig volt a nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskola mindennapjainak része. Azt gondolom, megható élmény, kicsit meg is hatottam. Nyíregyházi vagyok, tehát gyakorlatilag sokszor jártam itt. Nagyon-nagyon szerettem az intézetet, a tanárokat különösen. Olyan tanáraink voltak, akik egy életre meghatározták a sorsunkat, élményt adtak. Én különben is úgy érkeztem ide, hogy a debreceni zeneművészetit hagytam ott, érvényes felvételi papírral érkeztem ide, aztán majd később folytattam a tanulmányokat ott, de ez egy meghatározó élmény volt, nagyon szerettem, és ragyogó csoporttársaim voltak, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot. Az ünnepség végén a hallgatók esküdtettek, és egyetemi polgárrá fogadta őket Szabó György, az egyetem rektora.